Elindult. Jó, akkor beszéljünk egy kicsit a folytatásképp a gyakorlati dolgokról. Tehát ugye arról beszéltünk eddig, hogy itt, vagy úgy fejezte, azaz anekdotával fejeztük be, hogy van a férfi, a nő, a tű, kell adni egy bizonyos keretet. Megy minden, nem? Csak előbb megálltunk egy pillanatra, de most már jó. Szóval kell adni egy keretet, kell adni egy keretet, amiben ez a tűz, ez nem válik pusztító tűzzé, hanem meleget árasztó tűz marad. És tulajdonképpen a zsidó házasság intézménye ezt hivatott biztosítani. Ugye mi ennek az alapja? Az alapja az, hogy az emberi intimitás az egyik legszentebb attribútuma az embernek, és ezért ki kell jelölni a határokat. Volt a Lubavitchi Rebbének mindig egy ilyen mondása, hogy az ember túl közel van valakihez, amikor nem kéne, akkor távol lesz, amikor közel kell lenni. Ha valaki túl közel van valakihez, amikor nem kéne, akkor távol lesz, amikor közel kell lenni. Ugye a dolognak mi a lényege? A dolognak az a lényege, hogy egyrészt kell, hogy legyenek általában határok. Ami azt jelenti, hogy az intimitás az ne egy olyan dolog legyen, ami boldog-boldogtalannal kipróbál és próbára tesz az ember. Ugye ez nem, mivel ez nem egy, azt mondtuk az előző órán, ez nem egy testi szükséglet. Az emberek vannak más testi szükségletei, azt erre kijelölt helységekben lehet végezni például. És azt mondjuk azt, hogy most itt végzem, vagy ott végzem, vagy ott végzem, az nem egy, hogy ennek nincs különösebb jelentősége. Én hozzáteszem, és nem akarok most nagyon blőd lenni, de hogy az is tud nagyon sok örömet okozni, amikor az embernek egy ilyen testi szükségletét elvégzi. De a szexualitás, az intimitás, az ne legyen egy ilyen testi szükséglet, amit éppen, ahogy esik, úgy puffan, mindenkivel megosztok, mert az intimitás hiába egy testi élvezet is, de ehhez tartozik egy nagyon mély lelki háttér. És ezért a zsidóság azt mondja, hogy a szexualitás intézménye ez mindenképp egy házasságon belül kell, hogy történjen. Ez mit jelent? Hogy a házasság nélkül nincs intimitás. Az intimitás pontosan azért, mert egy szent dolog, ezért kell, hogy tartozzon mellé egy olyan fajta emberi, lelki elköteleződés és elköteleződések sora, ami a házasságnak az intézménye, és ezért a házasság intézményén belül tud ez az intimitás egy szent dologgá válni, nem pedig egy olyan testi élvezetté degradálódni, ami egy idő után élvezetes ugyan, de pusztító hatással tud lenni. Egyre sok ilyen élvezet van, nem nagyon élvezetes, de borzasztó pusztító az emberre. Ugye, és éppen ezért a férfi-női kapcsolat az egy ebbe a keretrendszerbe van beleszorítva, vagy nem beleszorítva, de hát mégiscsak belehelyezve, inkább így mondom. És ez azt is kifejezi egyben különben, hogy ez mindenképp egy férfi-női kapcsolat. Mi azt jelenti, hogy a homoszexualitás házasságának az intézménye az a zsidó fogalomrendszerben nem értelmezhető. Mert a házasság az nem egy vagyonközösség, nem egy egy jogviszony, hanem az egy vallás, annak egy vallási jelentősége van, az egy vallási fogalom. És most függetlenül attól, hogy a zsidóság mit mond a homoszexualitásról magáról, azt tudjuk, hogy a vallás tiltja a homoszexualitást, de most annak a mérétegeiben esetleg óra után belemehetünk, hogy ezt oké, de rendben van, de mit gondol
Milyen tanácsot ad a zsidóság egy homoszexuális hajlamokkal született embernek? Hogy lehet ezt? Mi a megoldás? Vagy lehet egyáltalán, és mi a megoldás? Erről érdemes beszélni. De most egyenlően, amint házasság intézményéről beszélünk, a házasság az nem egy jogi formula, az nem csupán egy vagyonközösség, vagy egy ilyen jellegű jogi formula, hanem ez egy vallási intézmény. És egy vallási intézményt csak ebben a kontextusban, amiről eddig beszéltünk, értelmezi a zsidóság, azt mondja, a férfi-női kapcsolat, az ehhez a fennmaradáshoz való vágy, a isteni egységre való vágy, és még folytathatnánk minden. Illetve az, hogy a házasságon belül van szexuális intim viszony, és nem a házasságon kívül, vagy házasság nélkül, ez az első köre a keretrendszernek. Aztán van egy következő köre a keretrendszernek, ami a házasságon belüli kereteket jelöli ki. Miért kell a házasságon belül kereteket kijelölni? Azért, mert egy nagyon szent dolog a szexualitás, és éppen ezért az intimitás, éppen ezért a házasságon belül is ahhoz, hogy hiába a külső világtól van, a külső világgal van egy viszony, egymás között is, ez a két ember egyé akar válni, de ez az egyé válás, ez, hogy megtörténjen, ehhez kell egy bizonyos fajta tisztelet. Ez iránt a dolog iránt. Ugye? Azt jelenti, hogy degradálódni, csupán testi élvezetté lenni, nem csak házasság nélkül tud ez a dolog, hanem egy házasságon belül is például. Mire gondolok konkrétan? Ugye minden házasságnak, és ezt mondom, nem csak a vallásos zsidó emberek gondolják így, ez egy elég kézenfekvő, hogy minden házasságnak az egy nagyon fontos, talán azt lehet mondani, a legfontosabb eleme a szexuális együttlét. A szexuális együttlét nélkül házasság, az tulajdonképpen egy kényszer szülte valami, és nagyon sok esetben esetlegesen nem tud működni. Most nyilván bizonyos életkori tényezők vannak, más tényezők, de azért alapvetően az összekötő kapocs, a kötőbeton, vagy a kötőhabarcs, az mégiscsak a szexuális élet. Igen ám, itt kétfajta dologra szoktak panaszkodni házas felek. Az egyik az, hogy egy idő után a házasság vagy a házas élet, a házasság az leszűkül a nem életre, szóval nincs semmi más viszony, csak a hálószobában találkozunk. Ez egy eshetőség, sok esetben még ez a jobb eshetőség. És a másik pedig, hogy egy olyan belfásultság áll elő, ahol a másik fél egyáltalán nem vonzó már, és egyáltalán nincs meg az a szexuális vágyakozás, ami ezt a dolgot működővé tenni. Ez egy ellentétes állapot, és általában ezzel a fásultsággal, amikor a szexuális vágyakozás megszűnik, akkor a többi dolog is egy kicsit úgy kezd elhalni. Mit lehet ezzel kezdeni? Mert a különösen a második eleme a dolognak, az egy szinte kivétel nélkül. Nagyon, nagyon kevés olyan házasság van, ami hosszú éveken keresztül, vagy hosszú évekre visszatekint, és ahol ez a probléma nem merülne fel. És erre valami megoldást kell találni, mert egyszer hallottam a izraeli rádióban valaki, egy pszichológus műsort, illetve azt mondja, a házasságtörés a kulcsa a házasság fennmaradásnak. A szerető az a kulcsa, hát ezt mondja az illető. Ahhoz, hogy egy házasság megvan, hogy muszáj legyen szerető. Ezt magyaráztam. Miért? Azt mondja, mert van egy fásultság, nem tudsz el mit kezdeni, akkor máshogy kell ezeket az örömöket megtalálni, és ezzel képes leszel mégiscsak megmaradni amellett, aki mellett vagy. Mit mond erre a zsidó vallás? Azt mondja, igen, ez így van, kell egy szerető, ez legyen a feleséged vagy a férjed. De hogy lehet ezt elérni? Maga a feleséged és a férjed tudjon hosszú házas évek után is olyan örömöt szerezni neked, mint egy szeretőt tudna szerezni. Hogy miért olyan különleges a szerető, miért ad olyan különleges, pillanatnyi örömöket? Mert nem vagy hozzászokva, egy, más, kettő, nem a tiéd. Nem magától értetődő, nem, nincs más zsebedben. Ugye az ember mindig azt szeretné, ami még nem az övé. Ami már az övé, ezt már megszokta, no, ez már megvan. Mehetünk a következő, ez mindennel így van.
Most éppen ezért mi erre a megoldás? Erre a legműködőképesebb recept, amit különben én tényleg szerintem minden házasnak embernek ki kéne próbálni, csak ez nyilván kell egyfajta vallási hit is, hogy ezt az ember képes-e megcsinálni, az a Nidának a törvénye. A Nida arról szól, hogy a havi ciklus idején és az azt követő 7 napban tiltott a házas élet a házas felek között, és ennek az úgynevezett tisztátalan, vagy nem élet nélküli időszaknak az vett véget, hogy a feleség elmegy a mikvébe, a rituális fürdőbe, amiről majd most ma később több szó lesz, és ott megmerítkezik a fürdőben, és utána hazamegy, és akkor még a mosolyszünetnek úgymond újra kezdődik ez a viszony. És egy visszatérő ciklikusságot ad az egész képletbe, az egész viszonyba. De mi történik? Amikor én havonta, vagy közel havonta megtapasztalom, hogy a feleségem az nem az enyém, ezt nem akkor teszem magamévá, amikor csak akarom, és nem magától értetődő, akkor automatikusan ki van egy olyan vákum, amiből ki tud alakulni egy vágyakozás iránta. Másrészt az egész dolognak, magának, a szexuális együttlétnek ad egy olyan emelkedettséget, egy olyan különlegességet, amitől például értéke lesz a dolognak. Tehát például, amikor egy fiú és egy lány megismerkednek egymással, és kezdetben együtt vannak, akkor hogy mondjam, rákészülnek magára az intim pillanatokra, de ha már 15 éve házas, akkor pagyunk bele, hogy nincs semmilyen értéke, nincs varázsa, nincs, nem adjuk meg a módját, hogy mondjam, nincs semmi, amivel szeretnénk a másik félnek a tetszését elnyerni, vagy amivel szeretnénk emlékezetessé tenni, vagy különlegessé tenni ezeket a dolgokat. 15 éve csináljuk, ma, holnap után, bármint. De ha a dolognak van egy ciklikussága, amikor nem lehet, és utána megint lehet, akkor nem csak arról van szó, hogy fölébred a vágyakozás a másik félével, a másik fél tesz azért, hogy amikor majd lehet, akkor az minél szebb és örömtelibb pillanatokat tudjon szerezni a másiknak. Akkor ettől egy különlegessége van a dolog. Ráadásul nem csak arról van szó, hogy milyen szigorú ez a szabály, nem csak arról van szó, hogy nem szabad együtt lenni, szexuális értelemben együtt lenni ez alatt az időszakot, hanem aki ezt szigorúan tartja, ott nem is szabad egy ágyban aludni, és nem is szabad megérinteni. Még megérinteni sem szabad egymást. Szerintem még csak hozzá sem nyúlhat. Sőt, aki még szigorúbban tartja, az természetesen nem látja a másik felet ruha nélkül, az is része ebben az időszakban, és még csak át sem vesz egy tárgyat a másiktól. Szóval én ezt nem fogadhatnám el a másik fél, a tollat, hanem mit csinálnak ilyenkor? Akkor leteszik az asztalra, és a másik fölveszi azt. Gyakran majd egy gyereket fognak, és akkor vagy másik gyereknek oda kell adni a gyereket, hogy átvegye a másik fél. Szóval, ha szigorúan tartjuk, akkor ez egy még szigorúbb elválasztás szinte, mint egy idegennel. Szóval bizonyos szempontból, ugyanakkor egy házban lakunk, egy szobában alszunk, stb. Szóval itt ez megadja a módját annak, hogy a vágyakozás újra felébredjen. Akkor egyrészt erre ad egyfajta megoldás. A másik oldalról pedig, ha nem lehet ebben az időszakban intim viszonyban lenni, valamivel ki kell pótolni ezt az együttlétet, akkor adja magát, hogy ezekben az időszakokban akkor lehet többet beszélgetni, többet kirándulni, vagy bármi más, ami, hogy olyan kicsit a szellemi kapcsolatot is frissen tartja, nem csak a testi viszony. És gyakorlatilag ezzel még egy dolgot elérünk, ahogy azt az előbb már talán egy szóban mondtam, hogy van egyfajta tisztelet a másik fél iránt is, a másik fél, és maga az intimitás felé is. Tehát a probléma az, amikor az intimitás az degradálódik egy testi vágyjá, egy testi aktussá, egy testi szükségletté, és ez sajnos ez egy házasságon belül is megtörténhet. Viszont ezzel a rendszerrel, ezzel egy olyan tiszteletet kap ez az egész dolog, hogy már kicsit a házasságon belül is
körül vannak rajzolva a szükséges határok. Most ezért van az, hogy azt mondja a halaká, hogy a zsidó közösségben, egy formálódó zsidó közösségben minden más intézményt megelőz a mikve. A rituális fürdő, ami a biztosítéka a nida törvényének a megtartásának, hiszen ha nincs mikve, akkor nincs hol befejezni ezeket intimitás nélküli napokat. Ha egy nő nem megy el a mikvébe az időszak végén, akkor ugyanabban a státuszban marad. És ezért igazából zsidó közösségi, családi közösségi élet nem tud lenni mikve nélkül. Magáról a nidáról, illetve magáról a mikvéről azt lesz szó a későbbi, ha jól tudom. Ez már egy látogatás is a mikvében, tehát arra most nem beszélnek hosszabban. Én csak annyit szeretném mondani, hogy a maga a mikve is egy borzasztó intim dolog. Tehát például tudom, hogy hol van ilyen mikve színdarab, aholnak a lényege, hogy ott a város asszonyai kibeszélik egymást, de ez egy alapjaiban baromság, mert a mikvé az egy annyira intim dolog, hogy senki nem tud hat róla, hogy megy az asszony mikvébe. Nem együtt szoktak mikvébe menni, hanem még arra is figyelnek, hogy még ne is találkoznak a mikvébe. Mert úgy kell elképzelni, hogy a mikve az nem egy ilyen fürdő, mint a közfürdő, ahol fürdeni mennek az emberek. Mikvébe csak akkor lehet menni, hogyha az embernek a teste az teljesen tiszta. Sőt, hogyha van rajta a legkisebb piszok is, akkor az úgymond egy elválasztás a mikve vize és az ő teste között. Tehát egy nőnek egy körülbelül másfél-két órás tisztálkodás előzi meg a mikvébe merülés. Tehát egy mikvét manapság úgy szoktak kialakítani, hogy vannak kis fürdőszobák, ahol külön-külön föl tudnak készülni az asszonyok, és van egy mikve kísérő, vagy egy mikve asszony, aki beosztja, hogy ki mikor fog merülni, hogy még csak nem is találkozzanak, és egy külön folyosó van minden fürdőszobában, még csak a folyosón sem találkozzanak össze, és ezt nem szoktuk megosztani mások, hogy ma a feleségem megy mikvébe, mert az hogy néz ki, akkor mindenki elkezd gondolkodni, akkor ma itt lesz mindenféle. Szóval ez egy nagyon intim dolog. Hát nagyjából a nida törvénye az ezt eléri, és ezért azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen el tudja azt érni a nida törvényű az ember, hogy 30 év házasság után is szinte olyan vágyakozással várja a mikve utáni estét, mint mondjuk a nász éjszakát. Várja az ember, szóval ez egy különleges, én azt gondolom, hogy ez egy különleges recept, igen. Azt kérdezem, hogyha rendesen házasok is, akkor van-e bármi olyan plusz szabály, ami a házas életet szabályozza, hogy ezeken kívül? Tehát, hogy van-e olyan cselekedet, ami nem... Ugye, ami... Na, és még egy, hogy a férfiak mikor mennek? Férfiak nem mennek. Egyáltalán. Férfiaknak van egy szokás, hogy szoktunk mikfél menni az ima előtt, és ez egy másik mikfél. Nem ugyanaz a mikfél. Egy másik intézmény. Van olyan város, ahol nem tudtak két mikvét építeni, akkor lehet, hogy ugyanabban az épületben van, ez egy másik medence, egy másik mikve, semmi köze, és a nők mindig este mennek, a férfiak mindig reggel, tehát véletlenül sincs ilyen kapcsolat. Kérdésedre visszatérve, hogy van-e olyan aktus, olyan nemi aktus, ami tilos, itt két dolgot kell szétválasztani. Az egyetlen dolog, ami tilos, az a fölösleges a magömlés. Szóval a magömlés az tilos, és ezért ez bizonyos korlátokat eredményez, most nem mennék részletekbe, de szerintem teljesen érthető, hogy mire gondol. Tehát, és például ezért a fogamzásgátlásnak azok a formái, amik a férfi oldaláról maga a kondomnak a használata, az tilos a vallás szerint, mert az egy, akkor a mag az nem oda kerül, ahova kéne kerüljön, tehát az egy fölösleges magömlésnek minősül. Ez az, ami az egyetlen dolog, ami valójában tilos. Tehát a többi dologra vannak bizonyos, én úgy mondanám, ajánlások, vagy javaslatok, hogy a tisztelet az mégiscsak megmaradjon. De ezek nem szigorú tiltások, vagy nem arra az, hogy tilos, csak
érdemes megfontolni ezeket. Van olyasmi például, hogy, hogy az időpont, hogy lehetőleg ez éjszaka legyen, és ne nappal legyen. Ugye azért, mert nagyon fontos, hogy az ember koncentrálni tudjon a másik félre. Ez például egy előírás, hogy nem szabad mással foglalkozni közben, telefonálni, nem tudom én. Most ezzel nevettünk, de hát azért ez, sajnos a mai világban ez, és nem csak a mai világban. És régen ugye mi volt, hogy éjszaka csönd volt, de nappal, miközben ott történik, ami történik, kint hallom, hogy a Józsi kiabál a Pistinek, és ez elvonja a figyelmet, az nem szerencsés. Ezért a rabik azt mondták, mindig éjszaka legyen. Manapság egy kicsit más, mert van még egy szempont, amiért éjszaka, mert a halakha az, hogy ha lehet, akkor sötétben történjen, mert ez is a tiszteletnek a része, hogy ne egy ilyen tűző fénynél, hogy vannak, akik kicsit... Azt mondom, hogy az intimitás, ez nem egy kötelező dolog, de ez is egy ilyen javaslat, egy ilyen ajánlás, és éjszaka sötét van nappal világosan. Most el lehet sötétíteni teljes egy szobát nappal is, és ma már nem úgy laknak az emberek, hogy itt lakom, nem tudom, lehet, hogy a tizedikkel lakom, és ugyanannyi zaj van éjszaka, mint nap, az ez kevésbé egy gyakorlati dolog. Aztán vannak bizonyos pozíciók, amik nem annyira, vagy inkább mondjuk vannak a javasolt, ugye például az, hogy, szemtől szembe legyen már maga a vége az aktusnak, és nem más pozíció van, de ez is inkább egy javaslat, nem egy szigorú előírás. Még egy ilyen dolog van, hogy nem szabad ruhában, hanem mesztelenül kell. Ugye? És ezt miért is akarom szerintem külön megemlíteni? Hogy? Hát nem csak azért, azért, mert ugye van egy ilyen közhiedelem a lyukas lepedővel. Most hallottatok-e, hogy a zsidók azok a két fél közé egy lyukas lepedőt tesznek, és így oldják meg a dolgot. És nem, hogy ez nem igaz, ez kifejezetten tilos. Mert még ruhában sem szabad, nem hogy egy lepedő válassza el. Ezt én olyantól hallottam, hogy Izraelben, ne a Sárunkban láttak kiakadva lukas lepedőt. Ugyan már? Nem, hát az a cicenszre gondolják, akik viccelnek ezzel. Az egy nagyon nagy lyuk. Köszönöm. Ez azon sok mindenbe fér kifér. Igen. Ennek a parancsolatnak van köze a korai történet? Hogyne, hát onnan van a neve is, persze. Jó, az a történet, ahol onnan, ugye, a gömlése. És női fogamzásgátlás? A női fogamzásgátlás az nem tilos, és ez is nagyon fontos dolog, hogy a szex az a zsidó vallásban nem csupán a gyermeknemzés céljában van. Egyrészt van egy természetes fogamzásgátlás is, tehát például vannak vallások, amik a terhesség alatt tiltják a nem életet. Mert ugye abban úgyse lesz még egy gyerek, akkor az tilos. A zsidóságban ez nincs így. Tehát eleve van ez. Most ami nem a természetes fogamzásgátlás, vagy a mesterséges fogamzásgátlás, ez nem tilos, de kellő a dolog kellő súlyával kell végig gondolni, hogy ezt alkalmazzuk-e vagy sem. Mit értünk ez alatt? De alapvetően mégiscsak a gyermek nemzés, a gyermek szülés, a gyermek nevelés, ez nagyon fontos dolog. És ezért, hogyha egy házasságban mondjuk van már 15 gyerek, most vagy ülett egy csarkitok, akkor nyilván az ember azt mondja, akkor könnyebb, azt mondja, hogy jó, hát akkor fogamzásgátlás. De hogyha egy gyerek sincs, vagy az, akkor ez nem annyira. És ezért általában minden zsidó házaspárnak van egy olyan rabbia, akivel ezekben a kérdésekben konzultál. Ez nem kell, hogy a város rabbia legyen, ez nem kell, hogy valaki, akiről azt gondolja, hogy kellően intim, és ezekben a kérdésekben tud konzultálni. És például egy család úgy érzi a két fél, hogy ott most itt egymás után jöttek a gyerekek, és már nem bírják vagy anyagilag, vagy
fizikailag. Hogy? Öt perc, köszönöm. Vagy anyagilag, vagy fizikailag, vagy ilyesmi, akkor a Rambival ezt megkonzultálják, és Rambi azt mondja, jó, akkor most legyen egy fél év, évig aztán beszéljünk megint. És azért, hogy a dolog súlya azért az megmaradjon. Úgyhogy, és hát ennek több formája van a női fogamzásgátlásnak, ez lehet egy, akár egy hormonális, lehet akár egy végleges, tehát mondjuk egy bizonyos korban az ugyancsak a rabbival meghozás, de azt mondja, hogy jó, most már olyan korban vagyok, akkor nem szeretnék, ez már nem reális, hogy én most újra teherbe esek egy ilyesmi, és akkor lehet egy végleges, vagy majdnem nem végleges, de mondjuk egy ilyen hurok, vagy nem te azt mondom, hogy el vagy hurok. Szóval, hogy ezek mind lehetségesek. Más kérdés még? Nincs más kérdés. Jó. Amire nem jutott idő, az maga az esküvő. Egy zsidó esküvő az, hogy megy, hogy néz ki. De hát arra is fogunk találni időt. És lehet, hogy esetleg holnap megint találkozunk. Igen. Van holnap? Hát ez pontosan nem lehet azért tudni. Tudod, mert Óbudában leszünk egész nap, és meg lehet cserélve, ezzel nem az a program. Jó, de akkor lehet, hogy holnap még erre visszatérünk és folytatjuk. Ha nincs más kérdés, akkor köszönöm szépen. Még van kérdés? Igen? Szóval akkor az anális szex, tudod azért tiltott, mint az anonizálás, mert hogy nem jó helyre megy? De hogyha azt nem viszik végig, akkor nem oda megy. Igen, tehát hogy, hogyha ugye, nincs végigvive, akkor ez nem ajánlott, pontosan miatt a tisztelet kérdése milyen, de nem tilos. Ha végig van vive, akkor az probléma.